Hétfő este a Pápavárosi Televízióban hírek és időjárás jelentés Varga Beával, egy hét sport Német Annával. Tartsanak velünk ma este is! Június elején a Pápai Egyesített Labdarúgó Klub minden korosztálya befejezte a bajnoki küzdelmeket. Az idei utánpótlás esztendő sikeresnek mondható, hiszen minden csapat teljesítette a minimális elvárást, a 10 közé kerülést. Természetesen voltak olyan csapatok is, amelyek ennél jobban teljesítettek. A mögöttünk hagyott idény tapasztalatait Lengyel Ferenc szakmai igazgatóval értékeltük, Pödör Ákos szakágvezetővel pedig a lánycsapatok két fél évét elemeztük. Több korosztályban is a dobogón, vagy annak környékén végeztek a perc alakulatai. Az U16-os megyei pontvadászatban például veretlenül szerezték meg a bajnoki címet a pápai fiatalok, de az U19-es fiú és az U16-os lánycsapatnak sem sokon múlott az érem. Lengyel Ferenc szakmai vezető szerint a versenykorosztályok jól teljesítettek. Összességében, hogy a versenykorosztályokra beszélünk, én nagyon elégedett vagyok. Természetesen lehetett volna ez jobb is. Nem sokon múlt, hogy az eredmények még szebbek legyenek, hiszen több csapatunk is dobogó közelbe volt, és nem sikerült ugye elérni a 19-nek, meg a 15-nek is. Sajnos az utolsó fordulóban lecsúsztunk erről, de ugye sokszor beszéltünk már arról, hogy az alapcélt kütőzés a versenykorosztályokban, hogy az első kétharmadban benne legyünk, ezt minden korosztályunk tudta teljesíteni. Egyetlen olyan korosztály volt, ami pont a limitet átlépte, de pont az a korosztályunktól vártuk is, hogy sajnos nehezen fog fölépülni, de dicséret az edzőnek, a Forstoffer Tibornak, hogy végül is tudta ezt úgy adagolni, ezt a két korosztályt, hogy mind a kettő meglépte ezt a küszöböt. Úgyhogy összességében elégedett, van bajnokcsapatunk is, ugye a megyei bajnokságban igaz, hogy nem szeretnénk túl ünnepelni, mert elvárás is volt így, hogy a Veszprém már nem indult ebbe, hogy megnyerjük a bajnokságot, de hát egy minden bajnokság nagyon fontos. Ugye az Orvez Bandi csapata 100%-os teljesítménnyel, valami 220 körüli 5 gól és 5 kapott góllal hozta le a bajnokságot, ezt külön gratulálok nekik is. A 12-13 a horvát Jimmyvel nagyon szépen szerepelt, egy új rendszerbe kellett helytállniuk, ami nem volt egyszerű, és nehézségekkel is indult a két korosztály meg az edző, de nagyon szépen összekapták magukat. A Jimmy nagyon jól dolgozott velük, úgy érzem, és szépen kialakult a játékuk, és egy nagyon megfelelő tartalmas játékot nyújtottak, és szép eredményeket értek el. Ugye a 17-19, ott pedig azért dicséretes az Igor Nicsenkónak a munkája, mert most már sajnos évek óta ez a két korosztály általában az, ahol egyre kevesebben vagyunk, szinte elfogyunk, és egyrészt nagy köszönet az Igornak, hogy összetartotta, amennyire tudta őket, másrészt azoknak a játékosoknak, akik ezt a két korosztályt végig tudták vinni szinte hiba nélkül. Egyetlen olyan mérkőzésünk volt, amikor a létszámunk megcsappant. Azt nem tudtuk kivédeni, annyi sérülés volt és annyi kirándulás, de összességében ki tudtunk állni, és hát a 19 majdnem dobogós lett, még így is. Ilyenkor mindig azt szoktam mondani, hogy mi lenne, ha rendesen tudnánk edzeni, az edzőink munkáját be tudnánk tenni, meg a körülményeket be tudnánk tenni a munkába, akkor szerintem ilyen NB3-as bajnokságokat meg is nyernénk. De összességében unblock befejezve a hosszú mondatomat, elégedett vagyok mind az edzők munkájával, mint pedig az elért eredményekkel, illetve a gyerekek hozzáállásával. Az eredmények mellett az is siker lehet, hogy ugye három utánpótlás játékos is az NB3-ban bemutatkozhatott. Igen. Hát egyrészt büszkék vagyunk rá természetesen, másrészt ez én mindenképp egy rész sikernek tekintem csak, hiszen megmondom őszintén, egyrészt ki kell jelenteni, hogy a Peruca nagyszerű a kapcsolatunk, emberileg nagyon jól dolgozunk össze, tehát semmiféle torzsalkodásunk, semmi probléma nincs. Nagyon segítik a munkánkat, mi pedig megpróbálunk mindent megtenni nekik. Szerintem ez nagyon jól működik. De azt is el kell mondani, hogy többet vártam én személy szerint ettől a kapcsolattól a játékpercek tekintetében. Hiszen főleg ha a tavaszi idényt nézzük, a csapatnak igazából tét nélküli mérkőzései voltak, hiszen a bennmaradás már eldőlt. Lehetett látni, hogy ez körülbelül egy középmezőnyre jó lesz most, hogy aztán hatodikak leszünk, vagy nyolcadikak, oly mindegy lett volna, és innentől kezdve én azt vártam, és erről sokat beszéltünk is a vezetőedzővel is,
hogy sok játékpercet kapnak a gyerekeink, fejlődjenek, aztán nézzük meg, hogy hát ha jövőre is tudnak játszani. Hát ebből az lett, ugye, hogy a Szigeti Ákos játszott a legtöbbet, de ebből ezt meg látni kell, hogy az Ákos már az ő játékosuk, tehát a Perucé, innentől kezdve logikus, hogy az utolsó két meccsre berakták, viszont a Monyó és a Magyarorsi alig-alig jutott szóhoz, mások meg egyszer sem. Tehát én ettől azért többet vártam, szerintem több volt benne. Egy kicsit magyarosra sikeredett, sokat beszélünk edző továbbképzéseken, újságban, hogy miért nem rakjuk be a fiatalokat, sajnos most a Pápa is ebbe egy kicsit belesett. Bízom benne, hogy ebbe azért lesz változás. A mi munkánkat nagyon segítené, hogyha folyamatosan gyerekeink játszanának a felnőtt csapatban. Sokkal könnyebb lenne őket csábítani és itt tartani. Hát fejből nem tudom, de azt hiszem 11-2-3 gyerek volt átigazolva kettőssel a Peruchoz. Ezek mind olyan gyerekek voltak, igaz, hogy volt köztük 16 éves is, meg volt 19 is, de ez mind olyan gyerek volt, aki én úgy gondolom pályára léphetett volna. Ha azért, mert már megnyertük bőven a meccset, akkor azért, hogyha meg nagyon elvesztettük már, akkor azért. Tehát én annak nem láttam értelmét, hogy idősebb játékosokat két percekre becserélgetni, akkor miért nem már a fiatal, és ha ez így valóra vált volna, akkor most arról beszélgetnénk, hogy mondjuk 11 gyerek bemutatkozott az NB3-ban, ami egyrészt szerintem dicsőség lenne az edzőnek, aki berakja a Perucnak, és nagy dicsőség lenne nekünk. Nem csak fiú fronton, hanem lány fronton is születtek nagyon szép végső sikerek. Igen, a lány vonal továbbra is nagyon szépen dolgozik, magas fejlődésre megy keresztül. Egyrésztől főképp azért, mert az edzőink a Pöder Ákos vezetésével jól dolgoznak, rengeteg munkát beleülnek abba, hogy a gyerekek jöjjenek. Elég nagy a fluktuáció is, de viszont létszámban mindig megvannak, és hát láthatóan fejlődnek. Ugye nem véletlen, hogy most az utánpótlás válogatottba is hívtak meg játékosunkat, illetve edzőnket is. Úgyhogy ott is bajnokcsapatot ünnepeltünk a nyáráddal, illetve bízom benne, hogy sikerül NB2-es csapatot is kiállítani jövő nyártól, tehát egy szép fejlődés, ami egy lánycsapat. Bízom benne, hogy ez így folytatódik, mi mindent megadunk nekik, hogy ez sikerüljön. Az előkészítő korcsoportokban milyen munka folyt idén? Az előkészítő csoportok, hát hagyd mondjam azt, hogy majdnem a legfontosabb nál a klub életében. Egyrészt azért, mert ott lehet a legjobb szakmai munkát végezni, tehát itt sok gyerek van, a szülők nagyon támogatják, itt vannak az edzésem, aktívak, stb. Tehát itt aki akar, itt aztán lehet dolgozni, és hál' Istennek az ottani edzőink mindenek nagyon motiváltak és nagyon akarnak dolgozni, úgyhogy rengeteg munkát ölnek a srácokba, a gyerekek meg nagyon meghálálják, hál' Istennek, úgyhogy azt tudom mondani, hogy mind a teremtornákon, mind pedig a Bozsik tornákon, egyéb barátságos mérkőzés tornákon, vagy pedig elég sok olyan mostani tornára meghívnak minket, ahol már komoly csapatokkal játszunk, és ott is nagyon jól helytállunk, tehát jól szerepelnek, szépen fejlődnek, sok tehetség van a különböző korosztályokban. Itt megint majd az lesz a feladat, hogy ezeket megtartani, tehát sokat ölünk beléjük, mind anyagilag, mind szellemi erőforrásokat, próbálunk különböző technikai eszközöket beszerezni, tehát mindent megadni a gyerekeknek, és ez látszik is a munkán, bízom benne, hogy ez ki fog tartani, hogy egy-két éven belül már a felső korosztályokban se lesz problémánk. Említetted, hogy mindent próbáltok megadni a gyerekeknek, ilyen például ez az Exer Lights eszközrendszer, ami most bevezetésre kerül, erről mit tudhatunk? Igen, ez egy MLS kezdeményezés volt, ugye ez berobbant a labdarúgó képzésbe, a fiatalok labdarúgó képzésbe ez az eszköz. Nagyon röviden arról van szó, hogy a kognitív képességeket fejleszti, tehát a váltásokat, az azonnali reagálásokat, ami borzasztó fontos a minden sportban, de nálunk aztán borzasztóan el kell gondolni, hogy 22 játékos van egyszerre a pályán, plusz a játékvezető, aztán van egy labda, meg a szél fújja a labdát, stb. De rengeteg váltás van, rengeteg dolog, amire reagálni kell, és ez az eszköz ugye lámpák segítségével és egy program segítségével, ami irányítja a lámpákat, folyamatosan változtatja a támadási irányt, a csapat összetételt, stb. Tehát úgy kell elképzelni, hogy a gyerekeken lámpa van, a kapukon lábba van. Ugye használja ezt a Funinho módszert, ami négy kapuból álló edzés variációt jelent meghatározott területen 3-3 elleni játékba, és akkor azt kell tudni, hogy egyszer én a Józsival vagyok párba, de egy perc van vált az egész, és már Józsi nem az én párommal van, és egyébként nem arra a kapura támadok, hanem a másikra. Tehát egy folyamatos figyelmet, fej fönt, egy nagyszerű eszköz bizonyos dolgokra. Most ezekre a bizonyos dolgokra elkezdtük mi is használni.
és bízom benne, hogy ez is segíti a fiatal tehetségeink fejlődését. Egyrészt a visszajelzés nagyon jó volt, a gyerekek nagyon élvezték, hiszen miért ne élveznék, egy csak játékról van szó, és folyamatos változó helyzetbe kell játszani, tehát nagyon élvezték. Másrészt abba bízunk, hogy augusztustól, ugye nem is bízunk, hanem ez így lesz, augusztustól folyamatos rendszerbe lesz szállítva, és az összes alsó korosztály fogja használni legalább egy héten egyszer. Olvastam a klub hivatalos honlapján, hogy az edzők is képzik magukat, hiszen ugye, ha jól tudom, akkor a Barcelona edzés módszereivel ismerkedtetek. Igen, hát folyamatos ez a megoldás is, tehát az edzők köztük én is folyamatosan járunk, egyrészt kötelező is, tehát a hosszabbításokhoz kellenek is bizonyos pontok, de én azt hiszem észre, hál' Istennek, hogy az edzőink nem csak azért járnak ilyen rendezvényekre, hogy teljesítsék a követelményeket, hanem érdeklődéssel. Többek között, akkor így mondom, voltunk ezen az előadáson is az Üllői úton, nagy élmény volt, egyrészt ugye olyan ikonokat láttunk a pályán, idősebb ikonokat, aki például az egyik a Messit fedezte fel, és stb. Tehát azért, aki ezzel foglalkozik, az egy elég megható pillanat volt, mikor ő besétál a terembe. Másrészt ugye azokat az edzés gyakorlatokat, amit kint csinál ugye a Barcelona, azokat bemutatták. Egyrészt nagy élmény volt, másrészt meg jó volt látni, hogy hasonló gyakorlatokat, vagy volt ugyanazt csináltak, amit itt is kérünk az edzőktől. Tehát ez egy nagyon jó megerősítés volt, hogy amit itt mondjuk a Lengyel Feri, mint szakmérőzőtől követel, az visszaköszön máshol is, tehát talán nagyobb lesz a hitele ennek az egész munkának, amit végzünk. Az Eto'val való együttműködés az milyen volt idén? Az Eto együttműködés egyrészt egy kis visszalépést tapasztalok, másrészt nagy előrelépést, talán ez ilyen furcsa. Ugye a visszalépés abból adódott, hogy a Pressheller Tamás óta kapcsolat tartunk, és ez nagyon aktív volt, amikor ő volt, tehát itt azt hiszem 3-4-szer is volt egy hónapon belül, gyakorlatokat adott, megnézte a gyerekeket, fölmértük, tehát ez nagyon aktívan ment. Aztán őt leváltották, az új szakmigazgatónak, a Tamás úrnak ugye kellett egy idő, mire ezt átlátja, stb. Tehát ott egy nagy űr volt, aztán az utolsó egy hónapban volt két találkozunk, és most megint egy nagy csend van. Azt tudni kell, hogy Magyarországon a Double Pass nevű cég újra föltérképezi az akadémiákat, és most minden akadémia ezzel van elfoglalva. Tehát azért mondom, hogy most egy kis űr van, de viszont volt játékosunk több is, aki próbajátékon volt az Etonnál, volt, van is visszajelzés, aki nagyon tetszett nekik, fölmérték, stb. Tehát azért nem halt ez ki, és én abban bízom, hogy ősztől, mikor lecsengenek ezek a dolgok, akkor újra egy aktív kapcsolat lesz. Erre nekünk nagy szükségünk van, hiszen nem szeretnénk homokba dugni a fejünket, meg nem szeretnénk okosat játszani, tehát várjuk azt, hogy az Eto nekünk mind szakmailag, anyagilag, mind egyéb téren segít nekünk. A perces lányok nyakába idén két érem került. A nyáráddal közösen indított felnőttek 4 év után letaszították a trónról az Ajkát, az U19 pedig a Kaposvár mögött második lett. Abszolút sikeresnek tekinthető az idei évünk, mind az előkészítő csoportoknál, mind a versenycsoportoknál, úgyhogy nagyon reméljük, hogy ezt a sikeres teljesítményt a következőkben is meg tudjuk ismételni, vagy esetleg felül is tudjuk majd múlni. Kezdeném a kicsiknél először, ott természetesen az elsődleges cél az volt, hogy a korosztályokat fölépítsük, és az előkészítő csoportok most már teljes vertikumba tudjanak működni, tehát U7, U9, U11 és U13-as korosztályba is, és örömmel mondhatom, hogy Egyed Ákos edzőkollega vezetésével ezt a célt sikerült teljesíteni, és mindegyik korosztályba tudtunk lánycsapatot indítani a Bozsik Egyesületi programba. Erre nagyon büszkék vagyunk, mert nem sok egyesületnek sikerült ezt elérnie. A versenycsoportok is nagyszerűen teljesítettek. Az U14-esek ugye egy ilyen keresztpályás bajnokságban játszottak, és abszolút megállták a helyüket, nagyon jó eredményeket értek el. Ott elsődlegesen az volt a célunk, hogy ezekbe a korosztályba tartozó gyerekek versenylehetőséghez jussanak, szokjanak egy kicsit a nagyobb méretű pályához, és fölkészüljenek arra, hogy a következő szezonban a versenykörülmények között is tudjanak szerepelni, és eredményesen tudjanak szerepelni. Az U16-os korosztályra nagyon büszkék vagyunk, mert nagyon szép teljesítményt nyújtottak az egész év folyamán. Nagyon jó mérkőzéseket játszottak, kiváló teljesítményeket láthattunk tőlük, és mint ahogy tudod, nagyon kicsin múlott az, hogy nem sikerült dobolgón végezniük. Mi ezt nagyon sajnáljuk, mert úgy gondoljuk, hogy megérdemelték volna.
irányításoddal viszont az U19 a második helyen végzett. Igen, hát ők is az előző években mindig ott mocorogtak a dobogó közelébe, és ilyen-olyan okok miatt végül mindig a dobogó alá csúsztak. Volt, hogy épp, hogy volt, hogy egy kicsit nagyobb távolságba, de mindig a dobogó közelébe voltak, és nagyon örülünk neki, hogy ebbe az évbe nagyon magabiztos teljesítménnyel sikerült nem csak a dobogót, hanem ugye a második helyet is elérnünk. A tavaszi teljesítményünkre meg abszolút büszkék lehetünk, hiszen egy döntetlen mellett, amit Kaposváron értünk el a végső győztes ellenébe, az összes többi mérkőzés sikerült megnyerniük. A klub ugye a megyei bajnokságban is indított csapatot a nyáráddal közösen, idén hol végeztetek? Hát a tavalyi évben ugye hajszállal maradtunk le az első helyről, elég komoly szívfájdalmunk volt ez tavaly. Az volt a célunk, hogy most ezt a hibát ne kövessük el, és mindenféleképpen az elsőn szerettünk volna végezni. Ezt elég magabiztos teljesítménnyel sikerült elérni, hiszen 10 pontos előnnyel végeztek a megyei bajnokság első helyén. Ugye a munkátok egyik elismerése lehet az is, ugye, hogy a válogatottba több játékost is, illetve edzőt is meghívtak Pápáról. Igen, tehát a válogatott bő keretébe, illetve a régiós válogatottakba hívtak meg játékosainkat és edzőket is. Ez úgy gondolom mindenféleképpen azt jelenti, hogy a női szakág vezetése abszolút értékeléssel ismeri azt a munkát, ami itt a városban a perc kereteiben zajlik. A női labdarúgás napján vettünk részt, és Tóth Ferenc edző kollégámmal az U16-os régiós válogatottat irányíthattuk, ami azt jelentette, hogy az ország egyik felét mi irányítottuk, a másik felét pedig a Rugovics Vendel edző kollega irányította Veszprémből. Az U16-ból a Csébi Luca és a Szalai Júlia kapott meghívást, az U19-be pedig Marton Viktória, Beimli Katalin és Pődör Patrícia. Milyen lesz a következő szezonotok? Hát nagyon nehéz lesz, hiszen mindig próbálunk előbbre lépni, ahogy említettük, ugye az előző időszakban az előkészítő csoportokat szerettük volna hát úgymond rendbe tenni és fölépíteni, ami sikeres volt. A versenycsoportjaink és korosztályaink úgy gondolom, hogy már az előző időszakban is rendbe voltak. Viszont most fölfele lépünk egyet, a felnőtt csapat a következő szezonban az MB2-be fog indulni, ami rendkívül nagy kihívás a női szakák számára, szeretnénk ennek megfelelni. Alapvetően nincsenek létszám problémáink, ez nem azt jelenti, hogy nem látnánk szívesen és nem fogadunk szívesen minden hölgyet, asszonyt, aki focizni szeretne, de alapvetően a korosztályaink rendben vannak. Természetesen nagyon sokat teszünk azért, hogy ne csak rendben legyenek ezek a korosztályok, hanem minőségileg is megfeleljenek a minőségi követelményeknek, ezért széles válogatási rendszer dolgoztunk ki, amely az egész megyére, illetve megyén túra is kiterjed. Azt természetesen tudomásul kell vennünk, hogy a környezetünkben más női szakágak is működnek. Ez a mozgásterünket szűkíti, de amennyire lehetőségünk van, ezt igyekszünk kihasználni. Van bázisunk Petőházán, Türjén, Zirc környékén, és hát a közeli helyekről ugye ne is beszéljünk, mi Nemesszalók, Szerecseny, és sorolhatnánk a kisebb településeket itt Pápa környékén. Befejeződtek most már a bajnokságok, mennyit tudtok pihenni, illetve milyen változások várhatóak a következő szezonra? Hát hasonló mederbe megy, tehát itt az utánpótlás ilyen szempontból stabil, nem úgy van, mint a versenycsapatok, tehát az NB1-es csapatok. Itt megvan, hogy másfél hónap szünetünk lesz körülbelül, és megvan ütemezve, hogy július vége felé elkezdi a versenykorosztály, augusztus közepe felé, augusztus elején pedig a kiskorosztályok. Úgyhogy ez egy teljesen sima ügy, aztán majd megint küzdünk azzal, hogy augusztus végén mennek a gyerekek nyaralni, tehát ez sajnos nem tudjuk most már kikerülni, és ez azért nagyba látszik a munkánk sikerességén is. Változások sokat nem várok meg, mondom őszintén, hiszen ahogy mondtam, elégedett voltam ebben az évben. Talán mondhatom azt, hogy a 4 év alatt, mióta itt vagyok, ez volt a legstabilabb, és az év, amikor igazából elégedett lehetek majdhogy nem mindenkivel, és majdhogy nem mindennel. Van olyan edzünk, aki elképzelhet, hogy el akar menni most a klubtól, ezt még nem szeretném nyilvánosan, de ha már rákérdezte, akkor van olyan, ha ő elmegy tényleg, akkor felszabadul 2 korosztály, ezt meg kell oldani, tehát ilyen problémáink lehetnek. Még mindig bízom abban, hogy ez az edző, aki egyébként jó dolgozik, marad.
és akkor ilyen nagy mozgást igazából én nem várok. Nagyon meg vagyunk elégedve, ha már szóba került a Perucnál egyébként, játszó játékosok besegítenek 5-6 játékos nálunk, ők nagyon aktívak, nagyon becsületesen fiatal edzőkhez mérten, lelkesen dolgoznak, tehát nagyon szépen kialakult ez a történet, remélem, hogy tudjuk ezt folytatni nyártól is. Utolsó kérdésem, Feri, hamarosan indul a világbajnokság Oroszországban, kinek szurkolsz, illetve kit vársz a világbajnoki címre? Hát én még régi módi, most már öreg ember vagyok, ugye 52 éves, és én továbbra is, én még megértem azt, te még nem, hogy mikor kint voltunk világbajnokságon, és én azóta azt az érzést várom. Úgyhogy ilyenkor én nem nagyon szurkolok, ez az igazság. Nézem természetesen, meg van favoritom, mert miért ne lenne, de szurkolni nem szurkolok egyiknek sem, megmondom őszintén. Várom nagyon a meccseket, hogy kezdődjenek. Amit tudok, mindent megnézek, van, amit fölveszek, és úgy szoktam, hogyha, vagy utólag megszerzem, hogyha valami izgalmas van szakmilag, mert azt tudni kell, hogy a labdarúgó szakember, de gondolom mindenki így van a saját szakmájával, a futballmeccset nagyon ritkán nézi élvezetből, mert állandóan azt nézi, hogy ki, hova helyezkedik, stb. Milyen taktikai dolgokat lát, és ezért megpróbálom azt, hogy fölveszek egyet, és akkor azt megpróbálom kielemezni, de megpróbálom élőben mondjuk egy sörmelet megnézni élvezetbe. Úgyhogy nagyon várom, a feleségem nem biztos, de én várom. A foci téma után újra egy kis futball. A múlt héten meghirdettünk egy játékot. A Peruc FC játékosai által aláírt focilabdát nyerhette meg az, aki helyesen válaszolt arra a kérdésre, hány góllal lett gólkirály Szabó Zsolt. A helyes válasza 20 volt. A szerencsés nyertes pedig Németh Zsuzsanna, aki most már boldog tulajdonosa ennek a dedikált focilabdának. A nyereményt a Pápavárosi Televízióban tudja átvenni. Az elmúlt héten nagy sikerrel zajlott városunkban a Hangya Kézi Nyár 2018 elnevezésű sportos kézilabdatábor. A Bakony Erdő pápa által életre hívott kezdeményezés célja a mozgás megszeretetése, az egészséges életmódra való felhívás volt. A piciket a tábor második napján látogattuk meg, amikor egy Bajnokok Ligája győztes kézilabdázóval is találkozhattak. Napi két edzés, kirándulás, vízipisztolycsata és határtalan jókedv jellemezte a hagyományteremtő szándékkal megrendezett tábort, ahova óvodások és általános iskola első és második osztályosok jelentkezését várták. A Hangya Kézi Nyár 2018 elnevezési táborunk, ezt hagyományteremtő jelleggel hoztuk létre idén. Ez egy nagycsoportos óvodás, első és másodikos gyűjtő tábor végül is, és akkor ebből szeretnénk majd később korosztályok és nemek szerint csoportokat bontani, de ez egyelőre még nagyon a jövő. Az első célunk az volt, hogy egy olyan, véleményem szerint egy hiánypótló foglalkozás csoport ez a tábor ebben a formájában. Ez valamiben új, mi nagyon hirdettük azt mindig, amikor ezt kitaláltuk, hogy ez nem csak a kézilabdásoknak szeretnénk ezzel segíteni, tehát mi örömmel veszünk minden mozogni vágyó gyereket, aki később lehet, hogy majd úgy dönt, hogy ő esetleg birkózna, akár a labdarúgást, a kosárlabdát, bármi más sportágat válaszol, számunkra ő nem egy ellenség, ezt nem így kell elképzelni. Mi azt a mozgáskultúrát szeretnénk rá adni a gyerekekre, amire én úgy gondolom, nagy szükségük lenne, és ilyen vagy olyan okok miatt ezt máshol nem kaphatják meg. Gondolom nem könnyű lekötni ezt a korosztályt, mégis a héten milyen programokkal készültetek nekik? Így van, a tábor struktúrája úgy néz ki, hogy a hétfő-kedd az ilyen úgymond közösségszoktató nap. A kis csoportokra bontottuk edzés szempontjából, ugye a kártyán is kék és piros színek szerepelnek, két csoportban foglalkozunk. Igyekeztük, ugye a gyerekek több nagy részét ismerjük, tehát a saját ovikézi csoportjainkból vannak itt a táborban, de úgy töltöttük fel a korosztályokat, hogy a barátok együtt maradhassanak, a fejlettségi szintüknek szakmailag is megfeleljen ez a képzés. Holott azért még komoly szakmai dolgokról nem akarunk, nem is tudunk beszélni. A gyerekeket így a hétfőkedden azért mégiscsak az ismerkedés jegyében és a tábor szabályait és a közösség formálását, kialakítását céloztuk meg, így hétfőkedden csupán itt helyben edzések voltak, vagy mi fogadtunk vendégeket. Ugye például Hudák Emmát, aki egy győztes kézilabdázó, éppen most is itt tudhatjuk a tábor kötelékein belül, sokat segített nekünk. Emellett a tábor molinóját, ami a csarnok előtt látható, azt hétfőn készítettük el.
Ezek voltak így a hétfő kedde, fagyizás van, ma még egy ismerkedés jelleggel, aztán szerdán a feles energiák, amik még esetleg maradtak a játszóházban, vezetjük le, onnan egy kis vonatos visszakirándulás keretében jövünk vissza. Aztán csütörtökön lesz a város eddigi legnagyobb vízipisztoly csatája, amit mindenki ellen hirdetünk, és a tűzoltóság volt olyan kedves, és részt vesz ebben a mutatványban, tehát egy autóval ki fognak ide jönni, és remélhetőleg ők is segítenek abban, hogy mindenki vízes legyen. Pénteken pedig egy külsős kirándulás, a Pápai Bázis repülőtér volt olyan kedves, és soron kívül fogad minket, és speciálisan a Hangya Kézi Óvinak készít egy 2 órás kirándulást, amit ezúton is szeretnénk nekik nagyon megköszönni. Aztán a tábor zárásaként élményrajzolás, mi szeretnénk visszatudni a gyerekektől azt, hogy jó-e a munkánk, szeretnénk úgy csinálni, hogy a gyerekek jól érezzék magukat, hiszen tudjuk, hogy valamilyen szinten ebben a korban a szülő dönt, de itt lenne az ideje, hogy a gyereké legyen a szó, és tényleg egy olyan táborunk legyen, ahol a gyerek szórakozzon, emellett pedig egészségtudatos életre tudjuk nevelni. Ehhez tartozik az hozzá, és a tábor makrofelépítése tulajdonképpen úgy néz ki, hogy mi reggel friss gyümölcsel kínáljuk a gyerekeket az egészséges életmód jegyében, illetve a fegyelem, erő és szorgalom jól bevált matricagyűjtését kicsit túl gondolva, a 3 különleges edzésben a 3 legfontosabb alapelvet próbáljuk a gyerekek felé adni, és az első önálló lépéseket szeretnénk, hogyha nálunk tehetnék meg. A tábor meghívott vendége Hudák Emma volt, aki 2017-ben BL győzelmet ünnepelhetett a Győri Etóval. Pozsonyban kezdtem a pályafutásomat 6 évesen, ugye én is ugyanúgy szivacskézilabdával kezdtem, mint ahogy ugye itt a gyerekek. Pozsonyban játszottam, és ott egy másik klubba kerültem el, ugye, ahol kicsit már komolyabb volt a klub. Majd 15 évesen lett olyan lehetőségem, hogy elmentek Győrbe egy próbajátékra, úgymond, és sikerült is, majd ott maradtam, és ilyen két éven belül pedig feljutottam a felnőttökhöz, ahol ugye NB1-et játszottunk, ugye, és majd a Bajnokok Ligája, amire ideig is nagyon büszkék vagyunk, meg én is büszke vagyok, és volt lehetőségem is 3 percet a pályán tölteni. De sajnos gólt nem szereztem, de nagyon jó érzés volt, és nagyon nagy élmény volt. Most is még az Etónál vagy most eligazoltál? Nem, most egy évig, úgy volt, hogy Prágában leszek, voltam is fél évig, csak sajnos lesérültem, keresztalagszakadásom lett, szóval megműtöttek februárban. Majd most a Magyaróvárra igazolok, már hivatalos is, és ott fogom folytatni, július 11-én kezdődik az alapozás, és ott kezdem az alapozást már Moson Magyaróváron. Mik a jövőbeni terveid, esetleg a válogatott szóba kerülhet? Remélem, igazából szerintem igen. Meglátjuk. De hogyha nem magyar, akkor igazából ugye mivel, hogy szlovák, tehát az is ott van, tehát az is lehet, nem tudom. Ezt még nem tudom megmondani. Beszéljünk akkor a táborról egy pár szót, ugye meghívott vendég vagy. Hát milyen tapasztalatokat szereztél, mennyire ügyesek a picik? Hát így végignéztem rajtuk, igazából ügyesek, tehát hogy már a labdát nyilván ismerik, tehát nem tudom mennyire ismerték idáig. De van még, aki ugye alulról passzolt, tehát még szerintem az ilyen, az, ami nincs még megtanulva, tehát hogy felteszem a kezem, úgy passzolok, tehát ezt még annyira nem láttam sokaknál, de szerintem nagyon sokat fejlődnek, és ügyesek szerintem. Nyilván még a pályafutás elején jársz, de az edzésködés az majd szóba kerül később? Szeretnék, igen. Tehát csináltam egy OKS képzést, a Bercsényibe egyébként oda jártam, ugye is volt egy éves OKS képzés, ahol ugye edzői OKS képzés volt, és azt megcsináltam, és mindenféleképpen abban szeretnék, ugye, azzal szeretnék foglalkozni, de elkezdtem most, ugye a sérülésem miatt, egy ugyanúgy OKS képzés, és az fogászati asszisztens, tehát hogy legyen nyilván valami mellette. Nyilván nyár van, illetve hát játék van. Mennyire fegyelmezettek, mennyire bírtok velük? Vannak kezdeti nehézségek, de ettől függetlenül hamar lejátszottuk azokat a meccseket, hogy kinél mit lehet és mit nem. Ezen belül viszont azt kell, hogy mondjam, hogy fegyelmezettek a gyerekek. Egy 45 perces foglalkozás aktívan, én úgy gondolom, bőséggel kimeríti a gyerekeket egy időtartamban. Mi mégis egy órában gondolkodunk, hogy azért a lényegi részek mellett jusson idő olyan játékra, amit valóban élvez a gyerek, és akkor ezen az úton tovább haladva azt gondolom, hogy a lehető legjobb tábor lesz ez szakmailag a mi részünkről, és az élmények szempontjából pedig a gyerekek részére.
nyílt felnőtt és ifjúsági verseny, valamint páros bajnokság szerepelt az Elekter Max Horgász Egyesület családi napjának programjában. A délelőtti egyéni vetélkedésben 28-an fogtak pecabotot, még délután 15 páros küzdött meg a győztesnek járó serlegért és ajándékokért. A jó hangulathoz kiváló időjárás és egy közösen elfogyasztott ebéd is hozzájárult. És a fogási mennyiségre sem lehetett panasz, rengeteg ponty, kárász és keszek került a szákokba. A család minden tagjának aktív kikapcsolódást ígért a Horgász Egyesület családi napja, ahol a versenyek mellett közös ebéd szerepelt a programban. Szerencsére az időjárás kegyeibe fogadta a hét utolsó napját, így semmi akadálya nem lehetett annak, hogy az idei esemény is jól sikerüljön. Hát ugye délelőtt felnőtt verseny volt, a felnőtt, illetve felnőtt és ifjúsági. Négy ifjúsági versenyző jön meg, de igazából olyan, aki még épp, hogy az idén belefért volna a délutániba, csak nagyszülő vagy szülő nem tudott eljönni velük. Úgyhogy délelőtt anyuka kísérte el őket, ők voltak négyen, illetve mellettük még volt 24 felnőtt versenyző. Ugye a mi tó rendszerünkből adódóan ugye van egy sekély, meg van egy mélyebb vízünk. Két szektorban helyeztük el a versenyzőket, az egyikben 12, a másikban 12 versenyző került, illetve a négy ifjúsági az a sekély tónak az 1-es, 2-es, 3-as, 4-es versenyhelyszínén versenyzett. Hát ott, aki nyert, az gyakorlatilag egyedül többet fogott az első helyzet, mint a másik három. Ő 1380 grammal nyert. Aztán a sekélyben várható volt egyébként, hogy több lesz talán a fogás, és be is igazolódott, itt közel 10 kilóval nyertek, illetve 7 kiló fölötti és 5 kiló fölötti teljesítménnyel lettek javarészt keszegek, kárászok, és ennél a három felnőtt versenyzőnél pontyok is voltak benne, kisebbek, nagyobbak, tehát ő nekik ezért sikerült ez a úgynevezett nagyobb mennyiség. Sajnos a másik tóban ott az első helyzet csupán csak 6100 grammot tudott fogni, illetve 3 kiló környéki volt a második, harmadik hely. Annyira nem mondhatni a eredményekben sikeresen, de gyakorlatilag talán két embernél nem mérlegeltünk alatt. Másfél kiló, két kiló környékén volt azért az átlag, de igazából csak inkább kárász keszeg volt a domináns hal a délelőtt folyamán. Délután ugye itt most jelen pillanatban 15 páros van, ami azt jelenti, hogy vagy apa és gyermeke, de egy helyen van anyuka is a gyermekével, illetve nagyszülő van unokával. Ez ugye a délutáni programunk. Hát itt épp az előbb voltunk, hátul egy közel 4 kilós pontyot külön lemértünk és visszaengedték a tóba, fétve a halat az apuka javaslatára visszaengedtük a tóba, természetesen lemértük, 3800 grammos tőpont volt. Bízom benne, hogy később ilyenben azért még lesz hasonló fogás, bár ugye a délutáni verseny ez csak 3 órás, ugye délelőtti 4 volt, hát nálunk egy kicsikét, azt kell mondjam, hogy a nagy melegben nem biztos olyan nagyon jó lesznek a halak, vagy előfordulhat, hogy feljönnek víz közé, csak ugye ezt nem biztos, hogy a versenyzők, vagy a kevésbé tapasztalt versenyzők észre fogják venni, meg ugye teljesen más módszer, mert gyakorlatilag nem tudja megfogni féderezéssel, vagy féder technikával. Ha víz közt van a hal, tehát az nagyon nehéz, nem úszózni kéne, vagy úszós módszert kéne választani, de nem biztos, hogy a szülők, nagypapák, apukák fölkészültek erre. Meglátjuk, hogy mi lesz a végén, bízom benne azért, hogy hal nélkül nem megy el senki, mert azért nagyon sok gyereknél láttam spízótot, tehát az is spízóttal fognak, szerintem biztos, hogy őkben keszeget kárászt, és itt az a lényeg, hogy valamit legalább próbáljon megfogni, illetve hát aki szerencsés, annak lehet, hogy lesz nagyobb hala is, vagy akár pontja is még. Ugye a két verseny között a tavaly évben volt ilyen a gyerekeknek szóló ügyességi vetélkedő verseny, idén volt-e? Hát igazából készültünk rá, sajnos jelentkező nem volt, tehát nem nagyon jöttek ki, csak a délutáni verseny megkezdésére, vagy sorsolására, vagy regisztrációra érkeztek ki. Egyetlen egy fiatal ember volt, aki megtisztelt bennünket, de gyakorlatilag ő tavaly részt vett rajta, és tavaly is ő nyerte, úgyhogy gyakorlatilag, ha legalábbis jól emlékszem, gyakorlatilag ő neki nem tudtunk új kérdéseket föltenni, mert igazából nagyon újakkal nem készültünk. Tehát elsősorban itt a vízpart élővilágával, a magyar vizek, természetes vizek magyarországi halállományával kapcsolatban, amit
amúgy is tudnia kell a gyereknek, hiszen annélkül nem kaphat horgászengedélyt, és fel kell ismerni az adott halat, amit éppen megfog, hogy az milyen csoportba tartozik, vagy milyen mi az elnevezése, mert ugye vannak ugye tilalmi időszakok, amikor ugye azt nem lehet megtartani, hát esetleg meg szeretné tartani, mert ugye azt nem mondhatjuk a halnak, hogy most te éppen nem, téged nem viátlak haza, tehát te ne kapjad be a csalimat. Úgyhogy így érdeklődési anyám úgy kell mondjam, hogy elmaradt. Gyakorlatilag ugye az első verseny után, meg a második verseny előtt, aki nem ebédelt, vagy nyilvánvalóan a versenyzők, azok itt megebédeltek, aztán utána nagyon sokan maradtak, mert a család másik fele, anyuka kihozta a csemetét, és most együtt vannak a családok a vízpart környékén, bár ahogy az előbb végigmentem, azért az anyukák igyekeznek az árnyékba húzódni, illetve a napárnyék alá. Hát a felnőttek meg a pecát fogó gyerekek viszont kim vannak a napon, ez is elég komoly erőtétel a gyerekek számára. A családi nap célja az is, hogy a fiatalabb generációt megszólítsák, illetve itt tartsák a tóparton? Hát én úgy gondolom, hogy a természetben, ha kimegy a család, vagy kimegy a gyermek, ez az elsődleges cél. Tehát inkább ide jöjjenek, mint mondjuk rólják az utcákat, mert úgy gondolom, ez egy olyan hasznos idő eltöltés és szabadidős foglalkozás, vagy szabadidő hasznos eltöltés, ami mindenképpen csak pozitív lehet, megtanulhatják, hogy kell vigyázni a környezetre, hogy kell tisztelni és megbecsülni a környezetünket, hiszen ez mi csak benne élünk, de a jövő generációnak meg kell tartanunk. Horváth Imre elmondta, a családi napot jövőre is szeretnék megrendezni, igaz azon már résztvevőként és nem szervezőként szeretne részt venni. Én már az innen nem kívántam igazából ezt folytatni, csak a elnökség meg az elnök úrra való megbeszéléskor hát felkértek, hogy igyekezzem még ezt az évet megoldani. Nem könnyű. Tehát amiből legkevesebb van az idő. Tehát annyi mindenfele, ugye a munkahely mellett a Sport Egyesület, tehát a Labdarúgó Egyesületben végzett feladatok mellett, ez igaz, hogy annyi feladat nincsen, de amikor az ember egyedül kell, hogy megoldja, az nem igazán szerencsés. Bár itt most azért van segítségünk, mert jó páran kijöttek a főzést, Jakab Józsiék megoldották, nagyon szépen köszönünk nekik. Tehát nem tud az ember ennyi fele menni. Bízom benne, hogy az Egyesület a következőben úgyis vezetőségválasztás lesz. Én nem szeretném, az Egyesületnek tagja szeretnék maradni nyilvánvaló, mert szeretem a vizet, a vízpartot, az élővilágot. Szeretnék pecázni is, egy kicsit enni többet, mert gyakorlatilag kétszer voltam az idén, és még egyszer nem vettem pecebotot a kezembe. Csak az előző verseny után egy fél órát, egy órát maximum, tehát igazából szeretnék leülni, aztán pecázgatni, de hát arra sincs nagyon időm, úgyhogy mint egyesületi tag sem könnyű a helyzetem. Az, hogy az idei évben elméletileg még lenne egy telepítésünk, amit az elnökség a közgyűléssel egyetértésben elfogadtatott, illetve hát javaslatként feltett, hogy ugye itt tavaly volt egy kis környezeti változás, mert nagyon sok nyárfát kitermeltettünk pont azért, hogy a nyári időszakban könnyebb legyen horgászat, mert ugye a sok pihe az betöltötte a tó tetejét, és gyakorlatilag technikai nehézséget okozott a horgászoknak, főleg a kisgyűrűs pecabotokkal nem lehetett gyakorlatilag horgászni, mert összeszedte a felszerelés ezeket a szöszöket, és ezért így döntöttek, hogy kivágják, és a kitermelt fa árából igazából nagy pontyokat kívánta az egyesület venni, csak nem volt egyelőre eladó, tehát nem tudott olyan áron, olyan minőségű halat venni az egyesület, ami hát kedvező lett volna az egyesület részére, mert ugye ez gyakorlatilag itt a tagságot erősíteni, meg a tagságot gazdagítaná, hogy ilyen halak vannak a tóba. Ugye egyelőre ez a terv, még lesz egy verseny, ősszel a telepítés után a szokásos, de igazából mi nem tartunk annyi versenyt, itt a tagságunknak nincs akkora igénye rá, mondjuk, mint esetleg a Húsos tavon, ahol gyakorlatilag két hetente, három hetente versenyt rendeznek, ott nagyobb talán a tagság is, van rá az igény, vagy így lőtték be a tavat, igazából ez a minden egyesületnek a saját házi rendje, ahogy megfogalmazza, vagy ahogy a közgyűlés elfogadja, úgy működik. A délelőtti felnőtt versenyen a sekély szektorban Pintér István, a mélyben Horváth Péter győzött.
Az ifiknél Kovács Tamás bizonyult a legjobbnak. A délutáni családi versenyen az első szektorban a Telekesi Dániel Horváth Dávid páros nyert, a második szektor legtöbb haladfogó párosa pedig Rences Botond és Rences Tamás lett. Országos és nemzetközi sikerektől volt hangos a Bakony Judo Klub utánpótlásai számára a versenyszezon első fél éve. Számos dobogós és értékes pontszerző helyezéssel öregbítették az egyesület és a város hírnevét a judókák, akik egy egyhetes edzőtáborral, majd egy családi nappal tértek közel másfél hónapos nyári pihenőre. Végig Józseffel, a klub edzőjével az elmúlt hónapok történéseit elevenítettük fel. A Bakony Judo Klubnál idén is folytatódott az a hagyomány, hogy a szezon első fele a nyári táborral zárul, mely után másfél hónapos pihenőre vonulnak a versenyzők és az edzők. Az ötnapos tábor rendkívül változatos volt. A programban többek között önvédelmi oktatás, brazil jiu-jitsu edzés, reptérlátogatás és városnézés egyaránt szerepelt. Egy ötnapos tábor hétfőtől péntekig, egy úgynevezett napközis tábor, reggel 8-tól délután 4-ig tartjuk a foglalkozásokat a gyerekeknek. 21 sportolónk van, 21 jelentkezőnk volt, minden délelőtt judo edzés van. Ebbe egy olyan változást csináltunk a mindennapokhoz képest, hogy tehát minden edző kollégától azt kértük, azt beszéltük meg, hogy térjünk el egy kicsit a megszokottaktól, a mindennapoktól, és mindenki egy kicsit valahogy más, hogy építse fel a napi programját, mint ahogy azt évközben gyakorlatilag csináljuk. Ebből adódóan a gyerekek egy kicsit kiszabadulnak azokból a keretekből, ugye, amiből a mindennapokban nehéz, mert versenyekre készülünk, ilyen-olyan szintű megmérettetésekre, úgyhogy ez most egy kicsit lazább, játékosabb. A tegnapi napon én önvédelmet, katonai közelharcot tartottam nekik, mai napon, keddi napon a Kovács Gábor edző kollega csapatversenyt csinált nekik óriási hangulattal, úgyhogy holnap kicsit visszatérünk megint az önvédelemre. Úgyhogy gyakorlatilag ugye az öt napban mindenki egy kicsit próbál változtatni a korábban megszokottakhoz képest. Délelőtt judo, délután mindig valami kis olyan program van, ami kirándulás, strand, vetélkedő, tehát igazából így épül fel ez a tábor. Tegnap strandoltunk, fürdőbe voltunk, ma a Hagyományok hegyére megyünk, holnap a bázisrepülőtéren lesz egy kirándulás, látogatás, csütörtökön remélem az időjárás újra engedi, megint strandot terveztünk, hanem akkor valamilyen vetélkedő, tehát A terv, B terv, ahogy illik, és akkor pénteken meg egy ilyen, ha minden igaz, egy nem kulturális program, vagy a kastély, vagy templomtorony, tehát ilyen dolgokat tervezünk. Lényegében ennyi, és a gyerekek nagyon élvezik a dolgot. Egy kicsit eltértünk attól a megszokástól, hogy bentlakós edzéseket, ottalvós táborokat csináljunk. Most úgy véltük, ahogy itt mértük fel a szülői igényeket, hogy erre most nagyobb igény lenne, mint az ottalvós táborra. Ha már a tábor kapcsán találkozunk, akkor egy kicsit tekintsünk vissza a diák olimpiai küzdelmekre, ugye ezek is véget értek. Születtek nagyon szép sikerek, kikről lehet beszámolni? Így van, gyakorlatilag ugye az év első fele az általában mindig a diák olimpiákról szól, az országos diák olimpiai döntőkről szól. Van benne országos bajnokság is, mert bizonyos korosztályoknak megrendezik az országos bajnokságot is. Ez mondjuk nem baj, tehát alapvetően úgy illik a felépített programba, tehát nincs ezzel probléma, meg tudunk felelni az elvárásoknak. Lényegében, hogyha úgy időrendben megyünk visszafelé, akkor legutóbbi versenyünk a junior országos diákolimpia volt Győrben. Itt két versenyzővel tudtunk részt venni. A Pákozdi Bence két mérkőzés után a hetedik helyen tudta zárni a versenyt. Tóth Kristóf pedig ugye a 60 kilós súlycsoportban
egy kicsit gyengébb kezdés után, vagy ijesztőbb kezdés után, hála jó Istennek úgy összeszedte magát, és onnantól kezdve már csak győzelmekről szólt a versenye, úgyhogy eljutott a bronzmérkőzésig, harmadik helyen zárta ifikorú, tehát ő egy korosztállyal feljebb versenyzett, és az eredmény az igazából azért is értékesebb egy kicsit, mert tényleg tehát ifikorú versenyzőként a magasabb korosztályba versenyzett. Ugyanő gyakorlatilag az ifjúsági országos diákolimpia döntőn, tehát a saját korosztályába második helyen tudott végezni az akkori versenyen. Időrendben továbbra is visszafelé haladva volt a serdülő Európa Kupa, szintén győri helyszínnel. Ilyen szempontból ezekkel most szerencsénk volt, hogy nem Nyíregyházára kellett elmenni. Igazából az is jó sikerült, bár az első napja a Tóth Réka Annának egy picit gyengébben sikerült, ő sajnos nem, egy mérkőzés után nem tudta folytatni a küzdelmeket, még a másik nap az a vasárnapi napja az lényegesen jobban sikerült. Itt Szolga Gábor Zalán 7. helyen végzett, tehát győztes mérkőzéssel pontszerző helyen tudott végezni. Piriti Rebeka pedig azt hiszem 13-an voltak, ha jól emlékszem, ő 3 meccset nyert a bronzéremért, ő is nagyon szépen végment a Vigaszágon, úgyhogy gyakorlatilag ezt a serdülő Európa Kupát ezt nagyon szépen zártuk. Piriti Rebeka a győri Európa Kupán a serdülők között 3. helyezést ért el. Hát az Európa Kupán 4 ellenfelem volt, 3-at győztem és 1-et veszítettem. Az első ellenfelemnél leszorítottam, a másodiknál sajnos kikaptam, de később kiderült, hogy az elsőtől kaptam ki. A 3. meccsemnél ugye a bronzért jutásért mentem, itt sikerült győznöm, és a bronz meccset is sikerült. Először nagyon izgultam, mikor oda mentünk, azért igen, de miután felléptem a tatamira, utána már nem. A diákolimpia küzdelmekben is szerepeltél, és egy nagyon értékes 3. helyet szereztél. Erre mennyire tudsz visszaemlékezni, az hogy sikerült? Hát itt 2 győztem és 1-et veszítettem. Ugye először győztem, aztán 1-et veszítettem, és utána megszerzem a bronzérmet. Elégedett vagy a 3. helyen? Hát igen, mivel nem az én korosztályom volt, tehát idősebbekkel mentem. Ha már találkozunk, akkor egy párszor beszéljünk rólad is, hogy mikor kezdted a judót, miért kezdted, és illetve hogy érzed itt magad a küzdősportcentrumban? Hát igazából a testvérem miatt kezdtem el, ő már Pesten van, és miatt óvodáskoromban is jöttem és judóztam, de így iskolás koromban kezdtem el rendesen versenyszinten judózni. Ez a 3. hely az Európa Kupán, ez a legjobb eredményed eddig? Igen. Folytatod a judót a későbbiekben is? Igen, szeretném. A diák A és B korosztály országos bajnokságán Fekete Barbara újonc létére 5. lett. Ez óriási eredmény tőle. Kondor Alina a diák A korosztályban a 7. helyen tudott végezni, ő is újoncunk gyakorlatilag. Ez azért fontos számunkra, mert most már ott tartunk, hála jó Istennek, hogy minden korosztályban legalább egy versenyzőnk van, aki szép lassan versenyképessé, eredményképessé válik, és hogyha lejjebb megyünk a korosztályokkal, akkor a diák C korosztályban szintén meg kell említenünk Bakos Hannát, ő is újonc, tehát ő diák C-sként az első versenyzői korosztályba tartozik, ő a saját súlycsoportjában 3. helyen tudott végezni. Ami nagyon fontos még az, hogy egy kicsit visszautalva a korábbi versenyekre, az ifi korosztályban el tudtuk indítani a serdülőket, és ez nagyon jól sült el, például Piriti Rebi, aki ugye a serdülő Európa Kupán is jó eredményt ért el, ő a saját korosztályába 5. helyen végzett az országos diákolimpia döntőn, míg az ifiben, tehát egy korosztálya magasabban, ott pedig a 3. helyen végzett. Mellesleg, hát nem is mellesleg, hanem nagyon is örömteli eredmény az, hogy az ifi országos bajnokságon, ott pedig szintén 2 győzelemmel a 7. helyen pontszerző helyen tudott végezni. A serdülő korosztálynak az eredményehez is hozzátartozik, hogy Dékány Bálint a serdülő országos diákolimpia döntőn 66 kilóval az 5. helyen végzett.
Ez azért fontos, mert a Bálint már hosszú ideje tartozott nekünk igazából egy jó eredménnyel, és most ezt sikerült elérnie. Ugye a bronzmeccset hagyta el. Ami nagyon fontos ebben a dologban az, hogy ez már neki is kellett, tehát igazából a Bálint kezdett egy kicsit hitehagyott lenni. Edzés munkája egyre jobb volt, nagyon szépen dolgozott, a kisebb felkészülési versenyeken hozta is az eredményeket, de valahogy azért az országos szinten valahogy nem akart úgymond jól alakulni, és ezen a bizonyos serdülő A korosztályos országos diákolimpia döntőn ott minden jól alakult. Hát azt leszámítva, hogy a bronzmeccset elhagyta, de örültünk igazából, tehát az ötödik hely az elvárás volt tőle, hogy ha azt mindenképpen hozza, az nekünk már egy óriási pozitívum. Ide tartozik még a Szolga Gábor Zalán, aki ugye serdülő korosztályba versenyez. Az Európa Kupán ugye hetedik helyen végzett, még a saját országos diákolimpia döntőn pedig második lett. Tehát én úgy gondolom, hogy az egy nagyon örömteli dolog a számunkra, hogy diák C-től gyakorlatilag az ifjúig, juniorig minden korosztályban most már tudunk saját nevelésű versenyzőt versenyeztetni. Bár a tábor második napján találkozunk, ugye van még jó pár nap vissza, ezt követően tudtok egy kicsikét pihenni most már? Igen, mindenképpen azt tervezzük, hogy ránk fér egy kis pihenés. Hát a tábor utolsó napja után még lesz egy utolsó utáni nap, ez konkrétan egy családi nap, amikor nem csak a táborban, hanem egyáltalán az egyesülethez tartozó sportolók és az ő szüleik, testvérek, tehát teljesen mindegy, hogy meddig ragozzuk ezt. Egy családi napot fogunk tartani, amire már most, hála Istennek, nagyon komoly a jelentkezők száma, úgyhogy egy ilyen kis kötetlen bográcsozással, egy kis kötetlen játékkal fogjuk zárni ezt a elég hosszúra nyúlott szezont.